tele építőkockákkal és óriási makettekkel. A Magyar Természettudományi Múzeumban nyílt LEGO kiállításon nem csak a kicsik eshetnek ámulatba. 2000 négyzetméteren találkozhatunk hatalmas Hulk figurával, Amerika kapitánnyal, világhírű zeneszerzővel vagy Budapest látványosságaival. Az alcímünk az óriások támadása, ez több értelmű mondat. Egyfelől óriási modellek találhatóak itt, a legnagyobb az 11 méter hosszú, másfelől óriásoknak a modelljei vannak itt, harmadrészt pedig átvitt értelemben is óriások vannak, ugyanis van a sportolók utcája, ahol életnagyságú szobrai vannak híres sportolóknak, ezzel a gyerekeket tanítani szerettük volna, példaképet állítani nekik, és megmutatni azt, hogy bárki bármilyen célt el tud érni, hogyha kellően kitartóan és hosszan küzd érte. Egy világbajnok kerékpározót, focistát és egy a Dakar versenyen végigment quados sportolót láthatunk itt. Mindegyik életnagyságú. Kiállítás Lengyelországból 15 kamionnal érkezett Budapestre, és összesen 7 millió darab kockából készült. A makettek építésének folyamata nagyon érdekes. Először is ki kell választani egy jó témát, ami kellő érdeklődésre tart számot. Másodszor egy 3D-s tervező programban megtervezik, hogy hogyan nézne ez ki, és megnézik az összes látványtervét, hogy hogyan néz ki a legjobban. A látványtervből van egy különleges szoftverük, ami a látványtervet átkonvertálja LEGO kockákra, megépíti ugyanazt LEGO-ból virtuálisan, és ugye ilyenkor értelemszerűen el is készül az alkatrész listája ennek. De nagyon érdekes folyamat a kockák beszerzése. Ugyanis semmelyik bolthoz, de még a gyártóhoz sem tudnak elmenni úgy, hogy kérem szépen adjanak nekünk 1 millió darab LEGO kockát, itt van a lista, hogy miből hány darab és milyen színűnek kell lennie. Amikor elkészül ennek az anyaglistája, akkor bizony ezt aukciós portálokon kell összevadászni Európa különböző vagy a világ bármelyik részéről, hogy meglegyen a szükséges kocka mennyiség. A tárlatot 12 zónára osztották. Először az óriás modelleket néztük meg. Ezen a hatalmas repülőgépen 50 ember közel egy évig dolgozott. A kiállítás leglátványosabb darabja előtt állunk. Ez az elnöki különgép. Az amerikai elnök számára a Boeing gyár külön kialakított egy 747-es repülőgépet, ami kizárólag az elnök utazásaira szolgál. Ez a modell, amit itt látunk, 11 méter hosszú, a szárnyak fesztávolsága 10 méter, a legmagasabb pontja 3 méter, és 1 millió kockából készült. A rajongók több mint 100 Star Wars modellt láthatnak, vagy akár beleshetünk szuperhősök életébe, vagy fantáziaország világába. A rendhagyó biológia órát láthatjuk, ahol egy emberi csontváz és a főbb emberi szervek vannak LEGO-ból elkészítve. Nagyon érdekes, hogy még az emberi vér összetételét is ebben az edényben szemléltetik, és a különböző színű kockák olyan arányban keverednek abban az edényben, amilyen arányban az emberi vér a különböző alkotóelemekből áll. A kiállítás még majdnem 3 hónapig, június közepéig látogatható itt a Természettudományi Múzeumban.